Gyűjtés a kisújszállási családnak, megvalósult pályázatok Tisza-Szent Imrén, egyre többe kerül a kenyér és a pékáru, befejeződött az őszi aratás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 11-én 18 óra 5 perckor. Kéménytűz miatt vált lakhatatlannák a kisújszállási családháza. A hír sajnos igaz, kéménytűz volt nálunk. Szerencsére ruha és bútor nem sérült, csak a főgerenda, de így nem lakhatunk a házban, tette közzé közösségi oldalán Bó Viktor. A fiatal kisújszállási énekes tehetség azt írta, nagyon köszönik az aggódó megnyilvánulásokat, és kőműves szakember segítségét várják. Viktor a múlt héten itthon volt, mert köhögött. Én dolgoztam, de volt segítségem, aki dél körül befűtött a kandallóba. A munkaidőm végeztével hazajöttem, elmentünk bevásárolni. A tűz addigra leégett. Amikor nyitottuk az ajtót, dőlt ki a füst. Viktor kiabált, hogy anya, tűz van. Idézi fel a pokoli estét, Pásztori vett az édesanya. Fél ötkor jöttem, hogy fölveszem a gyereket, elmegyünk vásárolni. Majd fél hétkor érkeztünk haza, és dőlt ki a füst a lakásból. A Viktorka rohant, hogy anya, tűz van, valahol tűz van. Rohantam be a szobába, a kandallót néztem, hogy tényleg tűz van, de csak a füst terjengett. Megnéztem az égésteret, üres volt, a fa gyakorlatilag leégett. Így nyugtáztam, hogy nincsen nagyon nagy baj. Kinyitottuk az ablakokat, ajtókat, kereszthúzatot csináltunk, és igazából fölhívtuk kamerán, illetve a gyerek fölhívta a kamerán ezt az ismerősünket, aki segítségünkre volt eddig is. És akkor ez az ismerősünk, aki segítségünkre volt egy órakor, ugye a gyerek fölhívta őt kamerán, és mondta, hogy el van színeződve a kandalló mögött a fal, ezért azonnal hívjam a tűzoltókat. De hát mondtam, hogy engem kinevetnek a tűzoltók, hát így nincs se tűz, se semmi, már a füst is kiszellőzött. De hát mondta, hogy mindenképpen muszáj. Kihívtam a tűzoltókat, kisújszállási tűzoltók érkeztek. A kéménynek a kamilluka gyakorlatilag az került kitakarításra, 170 fokos volt a fal, izzott a korom benne. Kitakarították, majd elkezdett a fal visszahűlni, és akkor el is mentek. A kályhát kiszedték a falból. Másnap reggel keltünk fel a gyermekkel, hogy én is megyek dolgozni, és meleg volt a lakásban. Nem értettem, hogy miért. Próbáltam a falat megérinteni, kevés sikerrel, nagyon forró volt, visszahívtam a tűzoltókat, és kiderült, hogy a falon belül egy keresztgerenda volt nekiépítve a kéménynek, ami izzott, gyakorlatilag szenesre égett. Ezt a tűzoltók kibontották, és ahogy kibontották, a főgerenda megsérült, amit a kertből kivágott akácfával duccoltak alá, és ekkor már a karcagi parancsnokságról is érkeztek a tűzoltók, majd szükséglakást igényeltek számunkra. A kisújszállási önkormányzat városgazdálkodási irodája 3 órán belül, illetve az aljegyző 3 órán belül itt volt, és egy szomszéd utcában egy szükséglakást biztosítottak számunkra. Ezt jelen pillanatban nem vesszük igénybe, hanem ennél az ismerősnél vagyunk most jelen pillanatban vendégségben, amíg a helyreállítási munkálatok folynak. Az iskola részéről Radics Zoltán igazgató is megkereste, hogy miben segíthetnek. Ivett a baptista szeretetszolgálatnál dolgozik, ahol szintén próbálnak támogatást nyújtani nekik. Viktorkámnak a rajongói küldözgetik a támogatást, anyagi támogatást. Hát jelenleg a zsákos vakulóanyagokat tudtuk megvenni, és egy Viktorkának, az iskolatársának egy kőműves apuka, ő szaladt a segítségünkre, illetve a szembe szomszéd festő, és ők ketten próbálják itt velünk helyreállítani.
szerény anyagi körülményekből azt, ami tönkrement. Úgyhogy most ott tartunk, hogy a falat végül rendbe hoztuk, a főgerend a láduccolása megszűnt, tehát gyakorlatilag a fal már rendben van, jelenleg a festés zajlik, és hát majd ugye a fűtőtestek vásárlása kerül sorra. Jelenleg mindkét kémény használhatatlan, a kéményseprő használhatatlannak nyilvánította, illetve ugye a lakásunk is lakhatatlanná vált akkor, amikor a tűzoltók aláduccolták a főgerendet, de ezáltal, hogy most már kijavították a falat, vissza fogunk költözni, de ahhoz meg lakhatóvá kell tenni az épületet, vagyis hogy a szobát minimum. Az anyagi helyzetünk jelenleg a tervezés sem teszi lehetővé, úgyhogy marad a villanyfűtés, de előtte a régi házat újra kell vezetékelni, úgyhogy nem tudom, hogyan tovább, mondja elkeseredve az édesanya, akinek egy nyugdíjas kőműves és egy szomszéd segített helyrehozni a falakat, kolléganői pedig a pakolásban segítettek. Kocúrné Tóth Ibolya tiszaszentimrei polgármester a Magyar Falu programban megvalósult beruházásokról, fejlesztésekről beszélt a Karcag Televíziónak. Üdvözlöm Kocúrné Tóth Ibolya tiszaszentimre polgármester asszonyát. Milyen egyéb fejlesztések vannak folyamatban a településükön, a már ismerteken túl? Kormány határozat alapján kaptunk támogatást az önkormányzati fenntartású konyha tetőcseréjére beázott, szükséges volt ennek a felújítása. Újszentgyörgyön szintén kormányhatározat alapján egy 24 millió forintos támogatást kaptunk a ravatalozó bővítésére, felújítására, lélekharang elhelyezésére a haranglábban. Van egy vidékfejlesztési pályázatunk, szintén befejezés előtt áll turisztikai céllal, a Tűzoltó Múzeum kialakítása itt a főtéren, és egy nagyon nagy turisztikai fejlesztés zajlott a Tiszaszentimre Községi Önkormányzat konzorcium vezetésével, ez pedig a tiszatavi templomok útján második ütem kulturális turisztikai desztináció, fogadóhely, célállomás, így is fordíthatnám. Ennek a nagy projektnek az volt a célja, hogy a tisztató körüli jelentős kulturális örökségi helyszíneken turisztikai fejlesztéseket, infrastrukturális fejlesztéseket hajtani, végrehajtani, hogy látogatható legyen turisták által. 2017-ben kaptuk meg a támogatást 400 millió forintot erre a projektre. 7 település, 11 konzorciuma, 11 helyszínen zajlottak ezek a beruházások, fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztések, és mint említettem, a Gesztóra településünk volt, én bízom abban, hogy éltünk ezzel a lehetőséggel, a bizalommal. Úgy gondolom, hogy nagyon remek munkatársakat, kollégákat ismertem meg a projekt kapcsán, pályázatírótól, a kivitelezőn át minden konzorciumi partner együtt tudott működni, kompromisszumképes volt, hogy ez a nagy projekt sikeresen záruljon, és nagyon hálás vagyok Ladányi Valériának, kolléganőmnek, aki az egész adminisztratív hátterét a vállán vitte. 7 településről beszéltem. Tiszafüred, Tiszaőrs, Karcag, Fegyvernek, Kenderesbán, Halma, Abátszalók, és remélem nem Tiszaszentimre, bocsánat, 7 településről beszéltünk. Minden helyszínen, tehát olyan rekonstrukciók voltak, ahová turisták látogathatnak, kiállítást megnézhetnek, koncertre jöhetnek, előadásokat, emlékkiállításokat lehet rendezni ezekben a helyszínekben, és látogathatóvá válnak. És akkor menjünk sorba. Tiszaszentimrén a római katolikus templom rekonstrukciója valósult meg, csodálatos, szép lett. Lesz egy pihenőpark és egy tematikus játszótér még Tiszaszentimrén.
Tiszafüreden a református templom újult meg, Tiszafüred Kócsújfalon egy vallási közösségi tér, egy ilyen ökumenikus, szintén emlékkiállítások, előadások, kis hangversenyeket lehet ott bonyolítani. Tiszaőrsön szakrális kanzen a falusi örökséget fogja bemutatni, Karcagon a református templom és a zsinagóga infrastruktúrális fejlesztése történt, Fegyverneken a római katolikus templom újult meg, Kenderesbánholmán szintén egy vallási közösségi tér lesz kialakítva, ugyanúgy, mint Kócsújfalon, és végül Abátszalókon egy látványszínpad, látványelemekkel, szintén turisztikai céllal. Úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések a térségünket teszik vonzóbbá. Nyári időszakban a Tiszató vonza a turistákat, bízunk abban, hogy szezon elmúltával, kirándulások alkalmából, kerékpártúra keretében fölfűzhetők ezek a tiszatavi templomok egy ilyen turistaútra is. A januári 15%-os áremelés után újabb drágulás jön a pékáru piacon. Egy kiló kenyérért egy átlagosboltban akár 500 forintot is elkérhetnek. Mint arról korábban beszámoltunk, az alapanyag, energia és munkabér költségek emelkedése mellett az afrikai sertéspest is és egy fuzárium nevű gomba miatt 3-5 forinttal növelték a liszt átadási árát a malmok. Emiatt a pékségek 10-15%-os áremelésre kényszerültek január utolsó heteiben. Ám mindez nem bizonyult elégségesnek, így várhatóan további 10-15%-os áremelés várható. Ez hatalmas ugrás az év elejé körülbelül 300 forintos árhoz képest, így akár az 500 forintot is elérheti 1 kiló fehér kenyér ára a boltokban. Befejeződtek az őszi aratási munkák megyénkben. Napraforgóból és kukoricából is lényegesen kevesebb termett az előző évekhez képest. A csapadékhiány a vetéseket is nagyban veszélyezteti. Térségünkben 83 ezer hektárról 215 ezer tonna napraforgót takarítottak be, a termés átlag 2,6 tonna lett hektáronként. Kukoricát 104 ezer hektáron vetettek, a terület 98%-áról tudták csak betakarítani a termést, ami 4,5 tonnás hektáronkénti átlagtermés mellett 459 ezer tonna lett. Már a korábbi évek napraforgó termésétől 10-15%-kal elmarad az idei mennyiség, a termény minősége jó, legtöbb helyen eléri a szabványt. Van, ahol az olajtartalom kiemelkedő, 48-50%-os. Ez tonnánként akár 10-13 ezer forinttal is emelheti a felvásárlási árat, amely most 205-215 ezer forint között mozog, de a csúcsár 220 ezer forint volt tonnánként. Ez a magas ár nem érvényesült kellőképp, a gazdák ugyanis a termés 30-40%-át előre lekötötték 140-160 ezer forintos tonnánkénti áron. Az aszály legerősebben Békés megyét érintette, a terményt jellemzően 16-17%-os víztartalommal takarították be, emiatt szárítani kell. Az energiaköltségek emelkedése azonban növeli a szárítási költségeket, ráadásul a gazdák többsége 60-62 ezer forint tonnánkénti ára szerződött le. Az előszerződések kötésekor ez csúcsárnak számított, figyelembe véve az előző évi 38-45 ezres árakat. A kukorica termelők legjobb esetben nullás, jellemzően inkább negatív eredményt produkáltak az idén. A nagy csapadékhiány miatt nem haladnak megfelelően az őszi vetések sem. Őszi káposzta repcéből eleve kevesebb területet terveztek bevetni a gazdák a korábbi évekhez képest, és még kevesebb helyen nőtt ki a már elvetett mag. A nagy szárazság miatt többször kellett ugyanazt a területet felszántani, ami a gázolaj árának emelkedése miatt további költségnövekedést okoz. A csapadék hiánya miatt kérdéses, hogy a kikelt őszi árpa és búza megnő és megerősödik-e kellőképp a tél előtt. Bár 15 ezer hektáron terveztek a gazdák őszi káposzta repcét vetni, csak 9750-en végeztek a munkával. Őszi árpa 24500, őszi búza 93 ezer hektáron terem majd. Az őszi mélyszántásoknak csak a 10%-át tudták mostanáig elvégezni a termelők.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!